A civil központok országos hálózata idén ősszel szeptember 5-e és 18-a között várja a véradókat országszerte. A civil közösségeknek a véradásra mozgósítás kiváló lehetőség, hogy egy igazán önzetlen és karitatív tevékenységgel a társadalmi felelősségvállalás jegyében segítségbeteg embertársaik gyógyulását, életben maradását. Székesfehérváron szeptember 5-én hétfőn a civil központban várjuk a véradókat 2 és 6 között, szeptember 6-án kedden Móron szintén a délutáni időszakban a régi mozi épületében, következő héten, szeptember 12-én Dunaújvárosban a vérellátó állomáson, ott 1 és 4 óra között, és szeptember 15-én Sárbogáron, szintén délutáni időszakban a művelődési házban várjuk a véradókat. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a véradás gyakorlatilag életeket menthet. A magyarországi igény az napi 1600 adag véradási mennyiségnek felel meg, ezért mindenképp fontos, hogy önzetlenül az egészséges emberek segítsenek és adjanak vért. Ezt 18 és 65 év közötti korosztály teheti meg, aki egészségesnek érzi magát, és jó hír az, hogy a Civil Információs Centrum és az ECHO évről évre itt Fejér megyében civil program keretében is véradást szervez több alkalommal is. Ez nagyon nagy segítség. Vért az említett helyszíneken és időpontokban tehát bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Azonban az ajánlás szerint az első véradásra 60 éves kor előtt érdemes jelentkezni.